ide születtem. 63-ban születtem. A szüleim tulajdonképpen pár hónapos koromban kerültek Tolnára, tehát itt építkeztek, úgyhogy én itt jártam általános iskolába, ide költ a családom, a barátaim, a munkám, tehát nekem soha nem kellett ingázni a munkahelyemre, hiszen 5 perccel lakom az óvodától, úgyhogy én nagyon szerencsés ember vagyok ilyen szempontból. Kisgyerekkorom óta azt mondtam, hogy én óvónéni szeretnék lenni, és valószínű, hogy nagyon meghatározó szerepe volt nekem az óvodáskoromnak. A mai Pittypang, az akkori 6-os számú óvodám volt a óvodás, és Völgyes Árpád Erzsőném volt az az ember szerintem, aki egy életre motivált engem erre a hivatásra. Én ezt még gyerekkoromban nyilván nem így gondoltam, csak hogy óvónéni szeretnék lenni. Hogy nagyon meglepődtem, és váratlanul ért, mert én úgy gondolom, hogy teszem a dolgom, mint a többi kollega. Az, hogy a vezetés jelölt erre a díjra, ez természetesen nagyon jó érzés, és tulajdonképpen a kollégák, akik egyértelműen ezt megszavazták, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagyon jó leső dolog, és úgy gondolom, hogy ezt egyedül nem érhettem volna el, mert mindig csapatban dolgoztunk, és én bárhova is kerültem az életben, mindig olyan kollégák vettek körül, akikkel csapatot alkotva lehetett dolgozni. Engem nagyon sokat segített a hitem, hogy ha valaki valamit szeretne elérni, akkor abban hinni kell, és azt el lehet érni, és mindig jó kollégáim voltak. Tehát én szerintem ez is, én nagyon szerencsésnek érzem egyébként magam, mert ha volt is konfliktus, akkor igyekeztünk megbeszélni, de én nagyon sokat köszönhetek az elődeimnek, a jelenlegi kollégáimnak, ők hisznek, bíznak bennem, és együttes erővel tudunk tulajdonképpen egy szellemiséget képviselni.